Kocsmányt is emeltem, Bóda Gábor színházkritikus. Szervusz Gábor, köszöntelek a műsorban. Hát elsőként most nem színházkritika lesz, három előadásos beszéltünk volna, de ezekből kettőt is most félredobunk, egyet odébb tolunk, a Happy Endinget, ami egyébként egy nagyon érdekes történet, és hát Bajor Imréről fogunk beszélni, aki ugye ma halt meg. Ugye egy ország drukkolt neki, az egyik legnépszerűbb színész volt, rákos volt, sokat küzdött a korral, erről mindig jöttek hírek és álhírek, ugye a bulvárlapok is állandóan tele voltak ezzel. És hát tulajdonképpen egy nagyon érdekes életmód, ő nem végzett színművészeti főiskolát, de 19 évesen már játszott a Dérinész Színházba, abszolút alulról jött, és tulajdonképpen ez az alulról jöttsége maradt meg. Tehát ő lett a kisember, a kispolgár megtestesítője. Sokan azt mondják, hogy Kabos László életművét folytatta. Egyik utolsó szerepében ezért volt a nyelvbotlás, egyébként Kabos Gyula legendás szerepét adta a Lovagios ügy című darabban a Karinthy Színházban. De a dolognak az a lényege, hogy a saját akaratából került a pályára. Egyébként a szüleinek megmondta, nem volt még 18 éves, amikor azt mondta, hogy 25-30 éves koromra engem ismerni fog az ország. Ezt úgy jól bejelentette, teljesít. Azt kell mondjam, hogy teljesítette. Ugye egy ilyen szegény legény volt sokáig, a Dérinész Színház nem az a hely, ahol fölfigyelt valakire a szakma, ugye ez volt a Falu Színház, járta a falut, és a Józsefvárosban volt egy pesti székhelye. Ő ott elég sok mindent lenyomott, és tulajdonképpen igazából furcsa módon egy Balettcipő nevű, egyébként ma is létező helyen, ami régebben a művészeknek a találkozó helye, tűntő föl. Ő annyira szegény volt, tulajdonképpen ott lakott, ott is aludt egy matracon, és közben produkálta magát ott a művésztársatnak, igen jelentős színészeket ilyen meglehetősen gunyoros módon parodizált, és mindez még jó nagy pofája is volt, tehát olyan nagyon még nem tett semmit, de úgy mindenről alaposan megmondta magáért, és aztán éppen Verebes Istvánnak tűnt föl, hogy ez egy érdekes, izgalmas pasas. És beajánlotta a Játékszínbe, ahol aztán rendezte is, ugye ott akkor Berényi Gábor volt az igazgató, akinek nagyon jó szeme volt tehetséges fiatalokra, és rögtön adott neki nagyon sok szerepet. Kitűnt egyébként több mindenbe, de hát az egyik leghíresebb szerepe az a Hippolyta Lakályban Makács volt. Nem tudom, hogy emlékszel-e a Makácsnak a figurájára. Ugye ez az a hapsi, akit hozzá akarnak adni a lányhoz, aki hát ebbe aztán egyáltalán nem szerelmes. Egyébként ez egy képviselő, meg kell, hogy mondjam, ez a Makács, egy ilyen önimádó, beképzelt, egy pasas. Egyébként a Bajorról is rengetegen gondolták azt, hogy aztán, amikor már híres lett egy beképzelt manusz, meg ugye hát elterjedt róla, hogy limuzinnal jár, meg hát azért tudjuk, hogy ilyen gyakran ilyen alaposan felékszerezve jelent meg itt-ott-amott. De közben furcsa módon, miközben azért egyáltalán nem állított, hogy nem volt önbizalma, hajaj, de közben megmaradt benne az alulról jötteknek ez az állandó bizonyítás készsége, szorongásossága. Soha nem felejtem el, hogy még a már jócskán ismert volt, és a Terézvárosi Kábel TV-ben vezettem akkor műsort, ami ugye akkor se, nem volt egy világtévé, tehát egy szűk, nagyon szűk, a kerületben lehetett fogni, és mielőtt a Bajor beült a stúdióba, mondom, már sztár volt, így remegett a keze, és az arcára is kiült a szorongás. Tehát, hogy ez megvolt benne, miközben tényleg abszolút a népszerűség csúcsára jutott, hiszen hát ugye a Szomszédokban Oli úr, ez a bizonyos nagy dumás fodrász, és hát aztán jött a Heti Hetes, meg hát ugye a Rádiókabaréknak is egy állandó szereplőjévé vált. Ugye nagyon sokan támadták őt, hogy olcsón adja magát. Tehát, hogy gagyik tömkelegében vesz részt, ezekkel haknizik. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik oldalon őt a színészi fajsúlya valószínűleg, hogy
hogy nagyobb drámai szerepekre predesztinálta volna. Én többször beszélgettem vele, róla vele, és ő mindig azt mondta, hogy de hát abból nem tudom eltartani a családomat. Hogy most a rendszerváltásnak annyi vesztese van, olyan fáradtak, túldolgozottak az emberek, hogy röhögni akarnak. És hogy most nem, tehát a Hamlettel most nem lehet, Hamlet monológgal most nem lehet kiállni falun, és ő egyébként minden faluba elment. Tehát ő tényleg Záhonytól Sopronig, a legkisebb falvakba is föllépett, nem hitték el, hogy elmegy oda. Tehát amikor meghívták, állandóan rátelefonáltak, hogy ugye jön, és ő ott volt, mert ez neki szent. Ez neki szent volt, de feszültségek voltak benne, ugye hát tudjuk azért, nyilván ezért is nézett túl gyakran a pohár fenekére, és időnként miközben járta az országot, és nagy sikerű fellépései voltak, elvállalta magának is bizonyítandó színházba egy-egy szerepet. Két utolsó szerepe volt a Radnóti Színházba, az Ennyitka az Én te őt című krimi, amiben tulajdonképpen három figurát is játszott, mert ez egy furcsa krimi, 3-1 felvonásosból áll. Verebes István rendezte, furcsa fintora a sorsnak, hogy ugye ő, aki elindította a pályán, az utolsó két előadását is ő rendezte. És az igazi nagy szerep, az tulajdonképpen a Lovagias ügy című Hunyadi Sándor darabban volt, amiben egy olyan kis hivatalnokot játszott, akik kirúgnak az állásából. És ugye hát ez most sokak hangulatával találkozik, és eljátszotta azt a teljes, totális elkeseredettséget és öngyilkos hangulatot, hogy vége a világnak, ha nincs állás. És itt tulajdonképpen nagyon váltogatta a könnyet és a nevetést, tehát hogy itt már-már egészen nagy színésznek mutatkozott, és ugye furcsa belegondolni, hogyha csupa ilyet játszott volna, egy egészen más pálya lett volna az övé. Miközben azt gondolom, hogy abszolút megmarad az emberek emlékezetében, mert egy nagyon markáns, és tulajdonképpen egy nagyon tehetséges ember volt. Ez pontosan így van, Gábor. Én úgy érzem egyébként, hogy úgy helyesülje egy pár másodpercnyi elsötétüléssel. Emlékezünk Bajor Lilire, aki 57 éves korában hunyt el. Folytassuk. És akkor most beszéljünk Máté Gábor volt osztályának, az Alkal Máté truppnak az idei előadásáról. Ugye ők egy annyira jó osztály voltak, hogy állandóan együtt akartak maradni, és akkor elhatározták, hogy tulajdonképpen minden osztálytársról egy-egy évben készítenek egy előadást, kisorsolják, hogy ki a következő. És most tulajdonképpen Gál Kristófra esett a sor, akiről lehet, hogy nem tudod, hogy kicsoda, mert az a furcsa helyzet, hogy ő színészből rendőr lett. Színészből rendőr lett, tehát kiszállt a színházi pályából, ami előfordul, de az, hogy valaki tulajdonképpen nyomozóvá válik. És egyébként az utolsó színházi szerepe egyébként egy nyomozó volt, az benne az egészen vicc. A Párna ember című produkcióban egy nem túl szimpatikus nyomozót játszott egyébként frenetikusan. Van is az előadásban egy olyan jelenet, amikor hát tulajdonképpen a színészek tanulmányútra mennek ehhez a produkcióhoz, a rendőrségre, és már jönnének el, és a Kristóf nem tud elszakadni, még mindig kérdez. Tehát tulajdonképpen, és aztán nem tudom, hogy tudod-e, hogy azóta egyébként nem nyomozó, hanem rendőrségi szóvivő, amiben egyébként már nyilván kamatoztatható bizonyos színészi képességek, tehát a jósváda, a beszélőképesség, meg minden egyéb. Na most ezek a produkciók mindig azt kell, hogy mondjam, hogy lidércesen őszinték, miközben eszméletlen mennyiségű humor van bennük, a magánéletbe is nagyon belemásznak, tehát itt arról is van szó egyébként, hogy Kristófnak válságban van a magánélete, a felesége egy bábszínésznő, sok mindent nem tudnak összeegyeztetni, többek között a feleség azt is nehezen emésztette meg, hogy rendőrré vált. Egy olyan jelenet is van, ahol a Kristóf véres ingben érkezik a családi asztalhoz, és elkezd mesélni. Hát ilyen jó kemény gyilkossági
történetet, két kisgyerek megrökönyödve, feleség megrökönyödve, ő meg átszellemülten mondja és mondja, akkor fölhívja a főnöke, akkor neki is nagy élvezettel számol be az eseményekről. Tehát, hogy tulajdonképpen szól ez az előadás arról, hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk jól a bőrünkben, akkor merjünk váltani. És úgy tűnik, hogy Kristóf tulajdonképpen megtalálta a helyét. Nem érezte egy idő után már magát jó színészként, és teljesen merészen merte azt mondani, hogy nem, itt snit, most én ettől kezdve rendőr vagyok. Miközben látszik az előadás, hogy imád színész lenni, és ezekbe a bizonyos nyilvános osztálytalálkozókba mindig vissza is tér, tehát ő minden évben két hétre a próbákra, meg arra a néhány előadásra, amit tartanak, ő újra színész, és most a Jurányi Inkubátorházban egyébként meglehetősen jól játszott a saját magát, de a többiek is játszanak Gál Kristófot, tehát belehelyezkednek. És az előadás végén tulajdonképpen elénekelt egy dalt, ami nem maga gitározott is, egyébként ő dobol is, meg több hangszeren játszik, mint ahogy a volt Máté osztály jó része. Nem tudom, hogy a sajátja ez, de kvázi tulajdonképpen összegezte benne az életét, így velünk szembe, egészen a közönséggel szembe énekelte, nézett közben minket, leste a hatást, és hát volt hatás. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál, jövő héten várlak. Jövök.